Magyarország szépeit az Il Baccio di Stile multibrand áruház öltözteti. A szépségek frissességéről a Szent Királyi Ásványvíz gondoskodik. Magyarország szépeinek ápolt kezéről a Kristálnész gondoskodik. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like the diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like the diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. A Magyarország szépe Miss World Hungary döntőjének 16 versenyzőjét láthatták. Érkezik az est két házigazdája, Osváth Andrea és Harsányi Levente. Kívánom kedves vendégeink, kedves tévénézők, ez itt a Magyarország szépe Miss World Hungary 2014-es szépségkirálynő választás. Hamarosan kiderül, közel 90 perc múlva, hogy ma este kiből lesz királynő.
Nagyon szép és aranyos vagy, Andi. Jó estét, hölgyeim és uraim, kedves nézőink. Így igaz, hogy kolléganőm Andi mondta, viszont nagy izgalommal várták a lányok is a megmérettetést, hiszen azon kívül, hogy a legszebbek lehetnek itthon, kishazánkban képviselhetik Magyarországot, Londonban a Miss World versenyén. A lányok 5 túron keresztül fognak csodálatos ruhákban bemutatkozni, lesz koktélruha, 60-as évek retro stílus, bikini, nemzeti viselet és természetesen estélyi ruhás túr is. Sajnos viszont minden fordulóban 2 lánytól el kell búcsúznunk, így a végső döntést a zsűri már csak 5-8 lány közül hozza meg. A királynőt idén is szakmai zsűri választja, de hogy ki lesz a 2014-es Magyarország szépe közönségdíjasa, az önökön múlik. Már is mutatunk egy táblát, ugyanis lehet szavazni, a tegnapi adásban elindítottuk a szavazást. Nagyon egyszerű, a képpel látható telefonszámra kell elküldeni a lányok kódját, ami pedig megegyezik a ruhájukon szereplő sorszámmal. A szavazás alapdíjas, külföldről is lehet szavazni, viszont egy telefonszámról maximum 50-szer. Annyit azért hadd áruljak el, hogy a képen látható személy Harsány Levente nem indult a versenyben, ott nagy a hölgyek neveit láthatják, és természetesen, ahogy Andrea mondta, a kódokkal lehet szavazni, és kiderül majd, ki lesz a közönség díjas. Most pedig, hölgyeim és uraim, akkor érkezzenek az est főszereplői, maguk a hölgyek, 2014-es Magyarország szépen Miss World Hungary verseny döntősei, a gyönyörű lányok, mind a 16-an, névvel, sorszámmal. Elsőként köszöntjük 01-essel Aranyi Tímeát, 22 éves, Budapestről érkezett a versenyre, egyetemi hallgató, gazdálkodás és menedzsment szakon. 02-es sorszámmal érkezik Bódizs Ágnes. Ágnes 20 éves, Budapesten él, és a budapesti gazdasági főiskolán tanul. 03-as sorszámmal köszönhetjük Faragó Ágnest a versenyben. Mindösszesen 23 éves, Debrecenben él, ahol a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum főiskolai hallgatója. 04-es sorszámú szépségünk Gazi Noémi. Noémi 18 éves, Debrecenben él, és az Ady Endre Gimnázium nyelvi előkészítőjén tanul. 05-össel Hubert Alexandra érkezik. 17 éves, Budapesten él szüleivel, jelenleg tanuló, a Szantusz János kétanyelvű gimnázium tanulója. 06-os sorszámmal Katona Dóra. Dóra 22 éves, Budapesten él, és idén megszerezte második diplomáját. 07-es sorszámmal Katona Gitta. A következő versenyzőnk 23 éves, Budapesten él, modellként dolgozik, és a Pécsi Tudományi Egyetemen tanul. 08-as sorszámú szépség Kulcsár Edina. Edina 23 éves, Budapesten él, és modellként dolgozik. 09-essel Lukács Luca érkezik, 18 éves, édesanyjával Miskolcon él. Idén érettségizett és a Debreceni Egyetem általános orvosi karára felvételizett. 10-es sorszámmal Mak Andrea következő, 19 éves, ő tavaly érettségizett, jelenleg Budapesten él, és fehérnemű modellként dolgozik. 11-es sorszámmal a következő versenyzőnk Stankovics Beáta, 23 éves, Jánosházán él szüleivel, és halljanak, lássanak csodát, könyvelőként dolgozik. 12-es sorszám Steingruber Virág, 18 éves, szüleivel Alsónémediben él, és szintén gimnáziumi tanuló. 13-as sorszámmal Szigligeti Ivett a következő versenyzőnk, 18 éves, Budapesten él szüleivel, jelenleg idegenforgalmi szakközépiskolában tanul. 14-es sorszámmal Tímár Zsanett, 17 éves, Kiskunfélegyházán él szüleivel,
és jövőre fog érettségizni. Tizenötössel Van den Bosch Sydney, aki komoly rajongó táborral is érkezett, egyébként 18 éves és Halásztelken él, közgazdasági szakközépiskolában tanul. Végezetül, de nem utolsó sorban pedig a 16-os sorszámmal Vasmera Kata. Ő 22 éves és a felvidéki Csilisz-Patasról érkezett a versenyre. Egyetemi tanuló. Hölgyeim és uraim, természetesen járatapsa a hölgyeknek, újra itt és szerintem otthon is a tévé képernyői előtt. És ne felejtsék el, kedves nézőink, hogy komoly teher nehezedik az önök vállán is, hiszen önök döntik el, ki lesz 2014 Magyarország szépe verseny közönség díjasa, ezért szavazzanak arra a hölgyre, aki önöknek nagyon tetszik, és hát nem csak úgy szavazhatnak, hogy ebben csak önök érzik jó magukat, hanem nyerhetnek is komoly ajándékot, megmutatjuk, hogy mit, és azt is már láthatják most, hogy mit nyer a verseny győztese és udvarhölgyei. SMS-ben szavazók között kisorsolunk egy iPhone 5C készüléket az iPill.hu beváruház jóvoltából, továbbá 50 ezer forint készpénzt. Az első helyezett nyereménye 1 millió forint értékű reklámszerződés az Elite Cosmetics felajánlásával. Két személyre szóló egyhetes dominikai luxus utazás az utazáskassa.hu jóvoltából. Egy éves reklámszerződés és egy Ajkai Kristály angyaltól a Szent Királyi Ásványvíz Kft-től. Egy Comfortline felszereltségű alkonyvörös Volkswagen póló. A második helyezett nyereménye 500 ezer forint értékű vásárlás az Il Baccio di Stile multibrand áruháztól. Két személyre szóló majorkai álomutazás az utazáskassa.hu jóvoltából. 350 ezer forint értékű ajándékcsomag a Kangoo and Rinaldi felajánlásával. A harmadik helyezett nyereménye testre szabott kényeztetés és pihenésből álló csomag a My Spirit Skincare jóvoltából. Egy iPad mini készülék az iPill.hu webáruház jóvoltából. 150 ezer forint értékű Remington ajándékcsomag a Spectrum Brands Hungária Kft-től. A közönségdíjas nyereménye a Biotekusa és a Fitbalance felajánlásával egy 150 ezer forint értékű vásárlási utalvány. Egy hetes két személyre szóló luxus pihenés az 5 csillagos Spirit Hotel Termal Spa jóvoltából. 300 ezer forint értékű egészségügyi utalvány a Pure Medical Center jóvoltából. Aggodalomra semmi ok, a lányok hamarosan jönnek több fordulóban is, és hát fordulónként majd a zsűri két versenyzőt elárul, már olyan szempontból, hogy akit ki kell ejtsünk, akik nem versenyezhetnek tovább, ezt is megtudhatják majd, hogy mikor lesz. Na de hogy ki a zsűri, az is nagyon fontos. Sarka Kata versenyigazgató, Magyarország Szépe Kft. Ügyvezetője. Gyulai Zoltán, nemzetközi licensz tulajdonos. Maráci Ákos, Csók István galéria tulajdonos. Mihelis Norbert, autóversenyző, a Yokohama Drivers Trophy bajnoka. Hajas László, mesterfodrász. Pantui Péter, Playboy és a Men's Health főszerkesztője. Aubek Brigitta, a Szent Királyi Ásványvíz képviseletében a vízangyala. Jákob Zoltán úr, a Crystal Nails tulajdonosa. Magyari Tamás, Il Baccio di Stile ügyvezetője. Nacsa Olivér, előadó művész, ráadásul humorista. Dunai Anita, MTVA vezetőöltözködési tanácsadó. Borzi Vivien, fotográfus. Bara Csaba, Fit Balance Magyarország tulajdonosa. Hölgyeim és uraim, de leginkább uraim, nagyon kellemes része következik a műsornak. Megismerhetjük a hölgyeket közelebbről. Ez a közelség természetesen szakmai közeledést jelent. Nézzük meg az első 8 hölgy bemutatkozó kisfilmjét. Aranyi Tímea, 22 éves, Budapestről érkezett a versenyre. Egyetemre járok, még pedig az Óbudai Egyetem keleti károgazdasági karára. Kedvenc tantárgyaim közé tartozik a pénzügy, valamint a számvitel. És még 4 év kell ahhoz, hogy elérjem a célomat, az pedig az, hogy ledoktoráljak. Nagyon fiatalon, 18 éves koromban felnőtté kellett válnom, mivel édesanyámat egy súlyos betegséggel diagnosztizálták. Két fiatalabbik testvéremet is támogatnom kellett, és segítenem kellett, hogy átvészelni ezt az időszakot nekik. Bódis Ágnes, 20 éves, Budapesten él. A Budapesti Gazdasági Főiskolán tanul.
3 nővéremmel és édesanyámmal nőttem fel. Kiskorom óta rendszeresen sportolok, eleinte táncoltam többféle stílusban is, akrobatikus rock'n'rolloztam több évig, majd hip-hopoztam, jelenleg 2 éve fitnessezem. Azért jelentkeztem a versenyre, mert nagyon szeretem a kihívásokat, és úgy gondolom, hogy számos élménnyel gazdagodhatok. Kíváncsi vagyok, hogy mit hozhat ki belőlem egy igazi profi stáb, egy profi sminkes, fodrász és stylist. Faragó Ágnes, 23 éves, Debrecenben él, ahol az Agrártudományi Centrum főiskolai hallgatója. Nagyon szeretek táncolni, 8 éven keresztül jártam modern táncra, amely egy gyermekkori álmomat váltotta valóra. Szerepelhettem a Debreceni Virágkarneválon, amely egy felejthetetlen élmény volt számomra. Szabad időmben szeretek kertészkedni, a veteményes kertemben petrezselyem, zöldet, salátát, retket és sárgarépát szoktam termelni. Gazino Émi, 18 éves, Debrecenben él édesanyjával, jelenleg gimnazista. Nagyon szeretem a verseket, kiskoromban rengeteg verset írtam az iskolában, azokat mai napig őrizgetem, nagyon sok verset szoktam olvasni, imádom a verselemzéseket és az irodalom órákat is. Azért szeretnék építész lenni, mert nagyon érdekel a művészet történet, mondjuk egy ház berendezése. Hubert Alexandra, 17 éves, Budapesten él a szüleivel. Jelenleg a Xantusz János Gimnázium tanulója. Nagyon szeretem a sportokat, régebben szinkronúztam, több világversenyen is részt vettem. Ma már csak extrém sportokat űzök, mint például a wakeboard. Nagyon szeretnék egyszer bungee jumpingozni. Régebben egy kutya megtámadott, azért nagyon félek a nagy testvállalatoktól. Otthon egy kis csivavát tartunk, aki csak másfél kilós, és így nincs bennem semmi félelem iránta. Katona Dóra, 22 éves, Budapesten él, és idén diplomázott. Idén szereztem meg a második diplomámat, kommunikáció és média tudomány szakon, az előző diplomám pedig andragógia szak. Absztrakt festményeket festek, amelyet otthon ki is állítunk a barátom nagy örömére. A családunkban él egy kis törpenyuszi, akit tavaly kaptam a barátomtól. Ő egy fehér nyuszi, akit Vattának hívnak. Katona Gitta, 23 éves, Budapesten él. Jelenleg modellként dolgozik, és a Pécsi Tudományegyetemen tanul. 10 évig versenyszerűen kosárlabdáztam. A sport azóta is a mindennapjaim része. Édesapám 2-szeres kickbox világ és Európa bajnok. Mikor ezt megemlítem a fiúknak, egy másodpercre kicsit lefagynak, de miután megismerik, tudják, hogy nagyon jó fej. Sokan nem néznék ki belőlem, de nagyon szeretek főzni. Az egyik specialitásom a brassói, amivel mindenkit leveszek a lábáról. Kulcsár Edina, 23 éves, Budapesten él. Jelenleg modellként dolgozik. A dédnagymamám a mindenem, és a koránál fogva, mivel 83 éves, főleg azért is jelentkeztem most, mert nagyon szeretném, hogy ő ezt megérje, hogy láthat nyerni. Kiskoromban latin táncoltam, 6 vagy 7 vagy 8 évet, pontosan nem tudom. Nagyon szerettem, és azóta is bánom, hogy abba hagytam, mert tényleg nagyon, nagyon szerettem.
Hamarosan bemutatjuk önöknek a következő 8 lány image filmjét is, de addig is szavazzanak rájuk a már ismert kódokkal. Itt vagyunk a backstage-ben Rákosi Anna Marival, aki a tavalyi szépségkirálynő, a 2013-as. Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Szia, Levente, sok szeretettel még... köszöntöm én is a kedves nézőket. Bocsánat, lesz még feladatod, arra majd később kitérünk. Nagyon izgulnak a lányok, lehet-e ilyenkor nekik valamit mondani, segítesz-e nekik, mivel lehet, ha igen? Igen, itt hátul már nagyon nagy a készülődés és az izgalom. Nagyon-nagyon izgulnak a lányok, szóval megpróbálom őket nyugtatni, és amiben csak tudok, segítek nekik. Jó, és elfogadják? Természetesen végig kikérik a véleményemet bármiben, szóval nagyon tavaly kedvesek. Te is izgultál, volt ilyenkor segítséged? Én tavaly nagyon izgultam, és a tavalyi királynők nekem nagyon sokat segítettek, szóval természetesen most is én is ezt csinálom. Köszönjük szépen, most már ne izgulj, viszont a nézők izgultnak, hiszen megnézzük a következő 8 lány bemutatkozó kisfilmét. Lukács Luca, 18 éves, édesanyjával Miskolcon él, idén érettségizett. Sajnos édesapámat tragikus balesetben elvesztettem 10 hónaposan, így az édesanyámmal ketten boldogulunk. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karára jelentkeztem. Amikor én kitaláltam, hogy orvos szeretnék lenni még kiskoromban, akkor az első cél nekem az volt, hogy Afrikába kijuthassak, és az ottani beteg gyerekeken esetleg segíthessek az európai orvostudomány segítségével. Makk Andrea, 19 éves, tavaly érettségizett. Jelenleg Budapesten él, és fehérnemű modellként dolgozik. Gyerekkorom óta nagyon sokat sportoltam, sokféle sportágat kipróbáltam. Hogyha ki szeretnék kapcsolni, relaxálni szeretnék, akkor lovagolni szoktam járni. Azért jelentkeztem erre a versenyre, mert szeretnék egy magasabb szintre lépni, a szépségverseny pályafutásaimat szeretném szó szerint megkoronázni. Stankovics Beáta, 23 éves, János házán él édesapjával és testvérével. Jelenleg könyvelőként dolgozom János házán, a városi önkormányzaton. Szabadidőmben szívesen foglalkozok az atlétikával, és az atlétikán belül a tájfutást választottam sportágamnak, amit 12 éve versenyszerűen is űzök. Stengróber Virág, 18 éves, szüleivel Alsónémendiben él, jelenleg tanul. Van két tesóm, mind a kettő fiú. A kisöcsémmel ugye nagyon jó a kapcsolatom, nagyon sokat szoktam vele játszani, foglalkozok vele, egy csomót vigyázok rá. Nagyon szeretek sportolni, sokan nem gondolnák rólam, hogy én szeretek azért focizni, és kézilabdáztam, úsztam, nagyon sok mindent csináltam. A nagy tesómmal mégsem szeretek focizni, mivel állandóan össze-vissza cselezget, és ezzel felidegesít, és elveszti a focitól a kedvet. Szigligeti Ivett, 18 éves, Budapesten él a szüleivel, jelenleg tanul. 8 évig táncoltam a Modern Musical tánciskolában emelt szinten, steppet, modern musicalt és balettet tanultam. Mivel egyke vagyok, ezért a szüleim nagyon féltenek, ők támogattak egyébként a versenybe, hogy jelentkezzek.
Van egy kabalaszarvasom, ami mindig velem van. Hál' Istennek mindig sikereket hoz nekem. Tímár Zsanett, 17 éves. Kiskun Félegyházán él szüleivel, jövőre az érettségiére készül. Kiskun Félegyházán tanulok a közgazdasági szakközépiskolában. Nagyon sokat tanulok, mivel jövőre érettségizem, és a tanulás mellett, amit ki tud igazán kapcsolni, ez a falmászás. Van egy kiskutyám, akit annak ellenére, hogy megette a telefonomat, még mindig nagyon szeretek. Van den Bosch Sydney, 18 éves, halásztelken él szüleivel. Édesapám holland származású, és édesanyám pedig magyar. Sajnos hollandul nem beszélek, viszont a magyar néptáncot nagyon szeretem. A szüleinek van egy közös vállalkozása, és a későbbiekben én szeretném továbbvinni, és remélem üzletasszony leszek. Tavaly a mezőn legfiatalabb tagjaként jelentkeztem, sajnos nem vettem elég komolyan a versenyt. Vasmera Kata, 22 éves. Csilispatasról érkezett a versenybe, miután ő lett Felvidék szépe. Idén államvizsgáztam a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi karán, földrajz és ügyékfejlesztés szakon. A jövőben pedig szeretnék az euró alapokra pályázatokat írni és ezzel foglalkozni. Hobbi szinten szeretek fotózni, a szobám is tele van fényképekkel, és nagy örömömre szolgál, amikor nézegethetem őket, hiszen csupa pozitív élmény jut eszembe ilyenkor. Jöjjön is hát akkor az első túr, méghozzá koktélruhában, Magyarország egyik legsármosabb férfi énekesével. A színpadon tehát Vastag Csaba és a 16 döntős lány. Yeah.
hölgyeim és uraim, Vastag Csaba és a 16 döntős lány. Nagyszerű produkciót láthattunk. És amíg a zsűri a pontjait összesíti, és kiderül, hogy ki lesz az a két lány, akinek itt és most véget ér a verseny, addig nézzük meg, hogy a zsűri mi alapján is dönt. A Miss World-ön nem trendek vannak, hanem embereket figyelünk. A külső szépség és a belső szépség hiába hangzik elég közhelyesen, de mégis ugyanolyan fontos. A szigorúság idén is jellemezni fog engem. Biztos vagyok benne, hogy ha a zsűritagok közül majd meg kell választani a legszigorúbb embert, az én leszek. Ennek egy oka van, hogy a versenynek a jelentősége az számomra nagyon fontos, és szeretnénk megfelelni egy olyan nemzetközi elvárásnak, amihez a szigorúság elengedhetetlen. Megpróbálunk egy olyan lányt delegálni a nemzetközi versenyre, akinek hogy kell, hogy esélye legyen arra, hogy esetleg ott a végső győzelem esetében lehessen vele számolni. Én bízom abban, hogy azt a szépséget, azt a magabiztosságot, azt a különlegességet át tudja majd magáról adni a közönségnek, nem csak itthon, hanem külföldön is, ami igazából benne van. Az első helyezetnek, a Miss World-nek, a szépségkirálynőnek alázatosnak kell lennie, szerénynek kell lennie, intelligensnek kell lennie, és a legszebbnek. Érkezett hát az első szomorú pillanat. Megtudjuk, hogy ki lesz az a két lány, aki most elhagyja a versenyt. Hangsúlyozzuk, hogy ez a zsűri döntése. Ők így gondolták. Már is kiderül, melyik két lány nem folytatja a versenyt. Ne felejtsék el, attól függetlenül, hogy kiknek ér ma véget itt a verseny, a közönségdíjat még megnyerhetik, tehát továbbra is szavazhatnak mind a 16 lányra. SMS-ben egy telefonszámról maximum 50-szer, de akár külföldről is, és alapdíjasan. Nos, akkor egy picit várunk, nyilván egy hangulatfokozás is, de még nem kaptuk meg mi sem. Annak a két hölgynek a nevét, akik nem folytatják a versenyt, de már tudjuk. 0-2-es sorszámmal Bódis Ágnes, akitől búcsúzunk. Nagy tapsot kérünk Ágnesnek. Ez is nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog, hogy már idáig eljutottál Magyarország legszebb 16 lánya közé. Reméljük, nem vagy elkeseredve. És a másik hölgy, aki nem versenyzett tovább, 0-4-es sorszámmal Kazi Noémi. Köszönjük szépen a bátorító tapsot a hölgyeknek. Ne felejtsék el, őrájuk is lehet még szavazni a közönségdíjat, még ők is elvihetik. Két lánytól búcsúztunk, ugye? De hát azért ne felejtsék el, hogy önök ugye szavazhatnak arra, ki lesz majd, ugye? Vagy ki lehet a közönségdíjas. És ide jutni a 16 döntős lány közé nagyon nagy tett, higgyék el. Én 2 éve jelentkezem, és még soha nem sikerült bejutnom közéjük. Úgyhogy külön köszönet a hölgyeknek, akik ide eljutottak. De hát nem csak a kifutó, a fény és a pompa és a csillogás, ahogy szokták mondani, hanem a hölgyeknek komoly fotózási körön is túl kellett jutniuk. Nézzük meg, milyen csodás képek készültek róluk. A versenyzők varázslatos átalakulására szépségük közméltó környezetben került sor. A forgatás során hozzáértő szakemberek segítségével minden lány az egyéniségéhez illő sminket, frizurát és ruhát választhatod. Nagyon szépen köszönöm. Hát, cigánykereket én nem tudok. Szerintem neked ez azért lesz jó, mert igazából a sort így kiemeli a lábadat, ezt meg betűrve szerintem ez illik a barna hajadhoz.
abból van egy csomó. Az éjszakába nyúló forgatás eredménye számtalan csodálatos pillanat és kép 20 csodálatos lányról. Itt vagyunk a backstage-ben, ahol Nárai Tamást köszöntjük. Szia Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket, illetve a szervezők felkérését, hiszen a nemzeti túr ruháit te tervezted. Milyen motivumok jelennek meg, és mi alapján dolgoztál, miből táplálkoztál? Hát először is köszönöm szépen a felkérést, nagyon megtisztelő volt, hogy rám gondoltak, hogy a nemzeti túrruháit megtervezzem. Stilizált öltözékekről van szó. Próbáltam modern hangulatúvá, maivá varázsolni ezeket az öltözékeket. Alapvetően két színből építkezik, a törtfehérből és a csillogó ezüstből. Stilizált formában matyó motivumok jelennek meg a ruhákon. Feldolgoztam a pruszlik, az ingvál, a gömbölyű szoknya, és a ehhez hasonló rojtos válkendő folklorisztikus, csak a szoknya szót értettem, jó? folklorisztikus ruhadarabokat, és hát nagyon remélem, hogy sikerült egy olyan öltözékcsoportot a színpadra varázsolni, ami a mai kor igényeinek és a mai divatnak is megfelelő. Ebben én biztos vagyok, visszaengedünk a hölgyekhez, hogy ők kedves az utolsó simításokat végezze a ruhákon, mielőtt fellépnek a hölgyek, és láthatjuk őket a színpadon. Tamást elengedjük, viszont azt a zenekart nem, akik személyes kedvenceim, nem olyan rég robbantak be a magyar zenei köztudatba, és már is itt vannak, és zenélnek nekünk színpadunkon a New Level Empire. Tonight, I try to do my best. Let you lie down on my chest. And I think you want to stay. Today I walk the streets alone. Now it's all the smell of hope. It was you to guide my way. You wanna get over me. I wanna get over you. You wanna get over me, and over you. You wanna get over me. I wanna get over you. You wanna get over me, and over you. Tonight, the meaning of this time is a chance to make it right. If we break, it's getting clear. Today, I cannot be a man. What you need is another plan. Everything you are stays here.
szavazhatnak mind a 16 lányra, tehát arra a két lányra is, aki már kiesett a versenyből. Önökön múlik ugyanis, hogy ki lesz az idei verseny közönségdíjasa. És nem csak a győztes lányok, önök is nyerhetnek. Az SMS-ben szavazók között kisorsolunk egy iPhone 5C készüléket az iPill.hu beváruház jóvoltából, továbbá 50 ezer forint készpénzt. Az első helyezett nyereménye 1 millió forint értékű reklámszerződés az Elite Cosmetics felajánlásával. Két személyre szóló egyhetes dominikai luxusutazás az utazáskassza.hu jóvoltából. Egy éves reklámszerződés és egy Ajkai Kristály Angyaltól a Szent Királyi Ásványvíz Kft-től. Egy Comfortline felszereltségű alkonyvörös Volkswagen póló. A második helyezett nyereménye 500 ezer forint értékű vásárlás az Il Baccio di Stile multibrand áruháztól. Két személyre szóló majorkai álomutazás az utazáskassza.hu jóvoltából. 350 ezer forint értékű ajándékcsomag a Kangoo & Rinaldi felajánlásával. A harmadik helyezett nyereménye testre szabott kényeztetés és pihenésből álló csomag a My Spirit Skincare jóvoltából. Egy iPad mini készülék az iPill.hu webáruház jóvoltából. 150 ezer forint értékű Remington ajándékcsomag a Spectrum Brands Hungária Kft-től. A közönségdíjas nyereménye a Biotekusa és a Fitbalance felajánlásával egy 150 ezer forint értékű vásárlási utalvány. Egy hetes két személyre szóló luxus pihenés az 5 csillagos Spirit Hotel Termal Spa jóvoltából. 300 ezer forint értékű egészségügyi utalvány a Pure Medical Center jóvoltából. Színpadon a még versenyben lévő 14 hölgy és a Mystery Gang természetesen a következő túr, a következő körben utcai ruhás viseletben csodáltjuk a hölgyeket az 1960-as évek retro stílusában. Rosa, jöjjenek a lányok, hát nézzük, csodáljuk őket! Rád talál, megörülök érted, megörülök
köszönjük a Mystery Gangnek. Lányok, nagyon ügyesek voltatok. Most pedig a zsűri ismét összesíti pontjait, és elmondják nekünk, hogy milyen szigorú véleménnyel vannak a tökéletes szépségről. Ami egy szépségkirálynő választáson igazán számít, az a szép arc, az alak, a megfelelő kecses járás, és az a magatartás, amivel az őre adott ruhát, a haját, a sminkjét, a szempilláit és önmagát képviseli a színpadon. A természetességet helyezem előtérbe, és azt gondolom, hogy egy szépségkirálynő az legyen tökéletes szépség. A 21. század nőideája jelenleg nekem a rendkívül természetes kisportolt, magas és vékony nő, aki nem túl emancipált, jobban szeretem, hogyha egy nő, nő marad. Azt a lányt szeretném első helyre kiválasztani, aki, hogyha belép egy terembe, akkor mindenki rá figyel, és az nem feltétlenül a legszebb lány lesz, hanem az, akinek olyan a kisugárzása, hogy azt mondják az emberek, hogy érzem benne azt a pluszt. Fontos, hogy egy magyar embernek is úgy büszke legyen arra, hogy micsoda szép lányok vannak Magyarországon. És hát az lenne a még szebb, hogyha egy világdöntőn is valami helyezést sikerül elérni. Elérkeztünk tehát a második fordulóponthoz. Ismét meg fogjuk tudni, ki az a két lány, aki most elhagyja a versenyt. Igen, és hangsúlyozzuk, tényleg ez a zsűri döntése, lehet, hogy nem egyezik az önökével, de hát önök szavazhatnak arra a hölgyre, a 16 döntős lány közül bármelyikre, aki önöknek nagyon tetszik, és majd a műsor végén kiderül, hogy kinyeri a közönség szavazatot. De most egyelőre maradjunk a jelen pillanataiban, és már is kiderül, melyik két hölgy nem folytathatja a versenyt. Én izgulok, Andi. 11-es sorszámmal Stankovics Beáta. Gratulálunk! Mi is várjuk még a második hölgy nevét. 12-essel Steinburger Virág. Steingruber Virág, aki sajnos nem folytathatja a versenyt. Köszönjük szépen, a taps is bíztató, és a látvány is, de a hölgyektől búcsúzunk. És ne feledjék, a közönségdíjat még ők ketten is megnyerhetik, külön-külön persze. És most pedig nézzük meg, kedves nézőink, ha szavaznak önök, mit nyerhetnek, és mit nyerhet a verseny győztese és udvarhölgyei. SMS-ben szavazók között kisorsolunk egy iPhone 5C készüléket az iPill.hu beváruház jóvoltából, továbbá 50 ezer forint készpénzt. Az első helyezett nyereménye 1 millió forint értékű reklámszerződés az Elite Cosmetics felajánlásával. Két személyre szóló egyhetes dominikai luxus utazás az utazáskassa.hu jóvoltából. Egy éves reklámszerződés és egy Ajkai Kristály angyaltól a Szent Király Ásványvíz Kft-től. Egy Comfortline felszereltségű alkonyvörös Volkswagen póló. A második helyezett nyereménye 500 ezer forint értékű vásárlás az Il Baccio di Stile multibrand áruháztól. Két személyre szóló majorkai álomutazás az utazáskassa.hu jóvoltából. 350 ezer forint értékű ajándékcsomag a Kangoo and Rinaldi felajánlásával. A harmadik helyezett nyereménye testre szabott kényeztetés és pihenésből álló csomag a My Spirit Skincare jóvoltából. Egy iPad mini készülék az iPill.hu webáruház jóvoltából. 150 ezer forint értékű Remington ajándékcsomag a Spectrum Brands Hungária Kft-től. A közönségdíjas nyereménye a Biotechosa és a Fitbalance felajánlásával egy 150 ezer forint értékű vásárlási utalvány. Egy hetes két személyre szóló luxus pihenés az 5 csillagos Spirit Hotel Termal Spa jóvoltából. 300 ezer forint értékű egészségügyi utalvány a Pure Medical Center jóvoltából. Színpadon pedig ismét a hölgyek kedvence Vastag Csaba, és amit ígér, az egy őrült éjjel. Hey!
törvész. Várj, nyugodtan bízzám az éjszakát. Élj hozzám. Most jó, nagyon jó. Miért félsz, hiszen úgysem láthat más. Győzzön a vágy. Mi az akadály? Még mindig visszatart a lebukás. Egy, egy, egy. Egy éjjel, semmi kényszer. Azt elérésre most minden kész. Hát engedj szépen, bármit érzel. Több gát. Úgy kell, akarom őt. Végre már levettünk minden levetőt. Győzött a vágy. Nincs több akadály. Már senkit nem zavar a lebukás. Egy, egy. Köszönjük szépen Vastag Csabának, és köszönjük szépen a hölgyeknek, akiket hamarosan bikinis fordulóban láthatunk, de előtte bepillantást engedünk az ő tábori életükben. Hogy alakult ki a 16 fős döntő mezőnye? All out is so ridiculous. Don't have so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. A Miss Bikini vetét verseny első helyezettje Katona Gitta. Ő innentől kezdve a versenybe védettséget élvez. Sajnos egy valakitől búcsúzunk, és ettől a perctől nem részes a versenynek, ő pedig Meszlényi Zita. I came to my-
mindig a kamerában néz, majd annyit kérek csak, jó? Get out the way of me and my crew, 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 crew. I'm in the club, so I'm gonna do, 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 do. Just what the fuck came here to do, 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 do. Yeah, yeah. A Miss Beauty Face győztese pedig Kulcsár Edina lett. Annak a lánynak a nevét fogom mondani, aki tovább jut. Sólyok Anita, gratulálok! Miss Talent győztese Hubert Alexandra. Gratulálunk a győzteseknek. Sajnos el kell búcsúznunk egy lánytól. Pap Melinda. Versenyben az első helyen ugyanazokkal a pontszámokkal, ugyanazokkal az eredményekkel ketten végeztek. Katona Gitta és Kulcsár Edina. Utolsó kieső, Sólyok Anita. Megígértük, különleges produkciókat is láthatnak ma este. Következzen tehát a 12 gyönyörű lány és a New Level Empire, aki Király Viktorral egy olyan közös produkciót készített ma este nekünk, amit még soha sehol nem mutattak be. Nézzük és hallgassuk! If I just want to get your side, is it game? If ever I found you in the sound, is it pain? If ever I lose you in the crowd, only one love is everything I'm breathing. Only one I want, and never stop believing. Hold you every time to make. Let's make this happen tonight. Yeah, 'cause I'm breaking out the thunder.
A New Level Empire és Király Viktor produkciót láthatták. A formáció neve Király, New Level Empire és Viktor. Fantasztikus volt, köszönjük szépen. És ne felejtjék el, hölgyeim és uraim, hogy önök szavazhatnak ugye a 16 döntős lányra, arra, aki leginkább tetszik önöknek, és majd kiderül, kinyeri a közönség szavazatot. A zsűri pontjait összesítjük hamarosan, de nézzük meg, hogy áll a közönség szavazás állása. Nézzük az első négy helyezettet. Hogy állunk jelen pillanatban, önök is láthatják. Negyedik, Steingruber Virág. Természetesen az sorrendet önök még változtathatnak, úgyhogy szavazzanak továbbra is. Harmadik a közönség szavazatai alapján. Aranyi Tímea. Ne felejtjék, bárkire szavazhatnak arra is, aki már kiesett a versenyből. Második helyen áll jelenleg Kulcsár Edina. És első helyen a közönség szavazatai alapján Van den Bosch Sydney! Természetesen ez még nem a végleges eredmény, hiszen minden önökön múlik. Szavazzanak kedvencükre, a képernyőn látható telefonszámra kell elküldeni a lányok kódját, a kód pedig megegyezik a lányok ruháján szereplő sorszámmal. Most pedig kíváncsian várjuk a zsűri döntését, melyik két hölgy nem folytathatja a versenyt. Ezt is megtudhatják másodperceken belül. Most látják a hölgyeket. Szavazzanak azért továbbra is, bárkiből lehet még közönségdíjas. Az egyszer biztos, de nézzük, hogy a zsűri döntés alapján melyik két hölgy nem versenyezhet tovább, pedig szívünk szerint mindegyik hölgyet tovább juttathatnánk, de a zsűri döntött. Még mindig nem tudjuk az eredményt. Feszült pillanatok mindenki számára. A zsűri is cívódik önmagával. Nehéz döntés. Ki legyen, aki tovább jut. Nem lennék a helyükben. Ki az, aki esetleg kiesik? Andi is izgul, nyilván én is. Mi lesz később, hogyha már most ilyen feszült a helyzet? Aki nem folytathatja tovább a zsűri döntése alapján, Hubert Alexandra. Ötös nagy tapsot kérünk szépen. És ugye minden túr után két lánytól búcsúzunk, kíváncsiak vagyunk, hogy a zsűri hogy döntött, ki lesz a másik hölgy, aki nem folytatja a versenyt, nem folytathatja a versenyt. Hármas sorszámmal Faragó Ágnes. Óriási tapsot kérünk szépen a hölgyeknek. A képernyőnézőknek pedig mondom még egyszer, őrájuk is lehet még szavazni, tehát még nem dőlt el minden, ők is lehetnek közönségdíjasok. Így van, most pedig megmutatjuk önöknek azokat a képsorokat, melyek hát azt bizonyítják, hogy a hölgyeknek ugye nem csak szellemi téren, nem csak fizikai téren, hanem komplex hatást is kellett elérniük a táborban, vagy hogy sikerült, már is mutatjuk. Tábor a versenyre való felkészülésről szólt. Hamar kiderült, hogy itt nem lehet lazsálni. A lányok minden idejét kitöltötték az edzések, fotózások és egyéb programok. A szépség önmagában kevés a verseny megnyeréséhez. A tökéletes megjelenés mellett fontos a jó beszédkészség is. Ezért a táborban a lányok kommunikációs tréningen is részt vettek. A gesztikulációt nálad is ilyen. Jó? Tehát sokkal természetesebb vagy, sokkal hihetőbb, hitelesebb vagy, hogyha mozognak hozzá a kezeid. A
lányoknak most olyan körmöket készítünk, ami már a döntőn is rajtuk lesz. A versenyzők egészségének megőrzése is fontos, ezért mind a 20 lány részt vett egy merrák szűrővizsgálaton. Megkészült a lelet, teljesen jó minden. A versenyzők a jótékonyság jegyében a Tűzoltó utcai gyermekklinika hematológiai osztályára egy tévét és egy hűtőszekrényt vittek. Köszönjük a Tűzoltó utcán kezelt daganatos betegnek, a szüleik és az intézet nevében, és akkor kérlek nézzétek meg az intézetet. Menjünk föl! Köszönjük szépen! A lányok apró ajándékokkal is meglepték a beteg gyerekeket. A kedvenc állatot. Halló. Halló, nekem is. Hoztam egy kis meglepét, egy kis szeretetet. Elsősorban. És mivel szoktad itt bent eltölteni az időtet, hogyha? Hát, legtöbbet olvassal. Szia! Szeretném neked egy ajándékot átadni, amit így a királynőktől fogadtad sok szeretettel. Úgy készültem ide, hogy rengeteg pozitív energiát hozzak magammal, és feltöltsem azokat az embereket, akiknek szüksége van erre. De annyira mosolygósak és annyira pozitív az ő felfogásuk, hogy olyan, mintha még ők töltöttek volna fel engem. A backstage-ből folytatjuk, itt van Szandi és Virág, mosolyognak, hiszen még várják a közönség szavazatait. Ugye tudják, Virágra és Szandira is lehet szavazni, és a döntőbe jutott 16 lány bármelyikére, aki önöknek nagyon tetszik, küldjék el, és szavazzanak rájuk. És aki már biztos, hogy közönség díjas lett, van úriember, akivel folytatjuk a mostani pillanatokat. Színpadunkon ő fog énekelni, hiszen a közönség már szavazott rá, és ő meghálálta a bizalmat, hiszen képviselte hazánkat az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjében, ahol kiemelkedő 5. helyezést ért el. Most eljött ide hozzánk, köszönjük szépen, színpadunkon Kálai Sanders András. Could she be the one for me? Little dog in a house, a family. I love this feeling that I'm feeling, waited all my life. I must be dreaming, not believing. Could you be my future wife? I love my baby. Everybody sing it tonight. I love my baby. Supper time, oh yeah. She's the one for me, she's my everything. Sunshine in my life. I love my baby. Everybody sing it tonight. Come on. Illusine, illusine, your big fellow. Buy me toys of your bird or glass for love. And I told you, yeah. Chaka Kalaka, it was a different ease, so let them sing for them. I love my baby. So, can I go not be loved? Come on.
If you love somebody, scream it out for me. Oh, 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 hey. If you love somebody, scream it out for me. Oh, baby, you are the only one for me. You are the only one. I said, oh. Köszönjük szépen, közben itt látható a backstage-ben óriás feszült hangulat, hamarosan láthatjuk Nárai Tamás által tervezett nemzeti túr ruháit, a lányoknak is köszönjük szépen, és ők is köszönik, hogy nagyon szép és tartalmas napot töltöttek a Balatonon, megmutatjuk hogyan. Felkészítő táborban végzett kemény munka után végre kiszabadulhattak a versenyzők egy kis lazításra. A Balaton partja tökéletes választásnak bizonyult az egynapos vakációzásra. Szerintem Ivet meg Szaszat cseréljetek helyet, és akkor te leszel középen, és akkor barna szőke barna. Nézd meg! Szerintem amúgy nagyon jó lett. Ez nagyon jó! Mondta miért! Ah, de pacsi, nagyon jó! Kotós. Nagyon jó! Ivet 18. születésnapjára különleges tortával készültek a többiek. Születésnapon még soha nem volt. Ivet születésnapi ajándékot is kapott. De az ugrás lehetőségét inkább átadta Alexandrának, akinek így régi álma teljesülhette. De jól néz ki, hallod, belátjuk az egész szaundot, amelyre. Tehát kezekkel, dőj rá a levegőre, jó? Jó. Csak kezdek izgulni. Nem akarok belézni, gyerek. Dőj előre, jó? 1, 2, 3. Hát én nagyon meghatódtam, hogy az Ivet adta nekem ezt az ajándékot, mert ugye ezt ő kapta születésnapjára, de mégis nekem adta, szóval ez nagyon jól esett. A 16 döntős lányra tehát folyamatosan lehet szavazni, függetlenül attól, hogy versenyben vannak-e még a koronáért, vagy sem. De most viszont érkezzen a 10 még versenyben lévő lány a Nárai Tamás által tervezett csodálatos nemzeti túr ruhákban. A lányok mellett pedig a színpadon Hien, az egyik legszebb magyar népdal feldolgozásával. Angyalom, nem lehetek a tiéd.
másfél hete. Gondolatom másra nem képes. Gyűlölöm, hogy a fájásod még ilyenkor is édes. Álomvilág, amit egykoron megkaptam, de most hiányodból éhezőként egy mély verem egy katlan. Nincs velem pajzsom, pillantásod tükre azt, hogy meglássam, hogy a fény ráragyog az életünkre. Ha előkerülsz, Istenem, kérlek, ne fogd vissza. Engedd, hogy kitáremeléd az én szívem tiszta. Akkor látok végül ketten táncolnánk a szabadban. Szép szádra szóló hangod így nem szakadatlan. Na de nélküled nincs fény, ez opár, homály. Színes révünkre pedig marad a kopárdáj. Magányos sebekkel hajtom le a fejem. Hor vagyok pedig pár voltunk, hajdan ne feledd. Magányos sebekkel hajtom le a fejem. Hor vagyok pedig pár voltunk, hajdan ne feledd. Hogyha néha kimegyek az udvarra, szemben velem áll egy öreg dióka. Hey dióka, mit tettél a babámmal, amióta az ágadat levágtam? Másfél hete, ha neveltek, ha sírok, akkor is csak a babámra gondolok. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, ha visszajön benekje majd elébe. Megtapsot érdemelnek. Köszönjük szépen Hiennek és a lányoknak is a produkciót, megint nagyon ügyesek voltatok. És köszönjük szépen Nárai Tamásnak ezt a fantasztikus ruhakölteményt, tehát a ruhakölteményeket. A zsűri újra dönt, és már is kiderül, hogy melyikét hölgytől búcsúzunk, és az is kiderül természetesen, ugye, hogy melyik 8 lány marad végig versenyben. A lányok már nagyon izgulnak, és nincsenek egyedül, meg kell, hogy mondjam. Mi sem tudjuk még, hogy mi az eredmény. Még 10 vannak, de szerintem másodperceken belül 8 lesznek, hiszen minden túr után, így ugye ez a túr után is a zsűri dönt, és meghozva döntését, két hölgy nevét már is mondjuk, akik nem folytatják a versenyt. De addig is szavazzanak mind a 16 versenyzőre, mert a közönségdíjat még bárki hazaviheti. Mind a 16 versenyzőre ugye lehet szavazni, és akire a legtöbb szavazat érkezik, természetesen ő nyeri a közönség díjat, de előtte még a zsűrinek is lesz egy-két szava, pontosabban két neve, melyet eljuttat nekünk, és ezt elmondjuk önöknek, és hogyha hallják a hölgyek a neveiket, akkor arra kérjük, lépjenek előre. Két hölgy így nem folytatja majd a versenyzést. De hogy ki ez a két hölgy? Hát ezt még mi sem tudjuk, de hamarosan természetesen elmondjuk önöknek, ahogy a birtokunkba jut. Megérkezett az első eredmény, a 16-os sorszámú Vasmera Kata, akitől elbúcsúzunk most. Várjuk a második nevet, addig is ne feledjék, hogy a közönségdíjat még Kata is elviheti. Önökön múlik. A másik hölgy, akitől búcsúzunk, 6-os sorszámmal, Katona Dóra! A hölgyeknek köszönjük, és ne felejtsék, hogy ők még versenyben vannak, ami a közönség szavazást illeti, hiszen mind a 16 döntős hölgyre lehet szavazni. Megvan hát tehát, hogy ki az a 8 lány, aki közül valakinek ma este a fejére korona kerül. Ő képviselheti majd Magyarországot a világversenyen Londonban. De ne felejtsék el, szavazzanak továbbra is a 16 lányra, hiszen a közönségdíjat önök döntik el. Szerintem biztos közönségdíjas lenne, nálam természetesen, nagyon kedvem, nagyon szeretem, tudja, amit művel. Fantasztikus énekes, csodálatos hölgy a színpadunkon a finálé előtt. Figyeljenek, Radics Gigi! Tiszta még,
Pedig még mindig tart, nem ért véget, tehát még mindig lehet szavazni, és várjuk is a szavazatokat mind a 16 lányra természetesen. Mondhatni a jól ismert módon tudnak szavazni, mutatjuk azt a számot, mert el kell küldeni a hölgyek kódját, természetesen a kód megegyezik a hölgyek sorszámával, ez egyfajta könnyítés önöknek, de nézzük meg, hogy áll a közönség szavazatállása jelen pillanatban, és ha jól tudom, változott, tehát komoly tétje van. Negyedik, Steinbruger Virág. Nézzük ki a harmadik a közönség szavazatai alapján. Aranyi Tímea. Jelen pillanatban a második helyen Vandenbosch Sydney. Megváltozott az állás az legutóbb. Azt hittem, hogy Sydney, mert Sydney szerintem nem, de nézzük, hogy ki az első a közönség szavazatai alapján. Kulcsár Edina. Na látják, ugye, hogy érdemes szavazni. Természetesen ez csak egy pillanatnyi állás, ezt még önök befolyásolhatják, úgyhogy tegyék is meg. Így van, most pedig érzelmes és szentimentális képsorok következnek, hölgyeim és uraim, megmutatjuk, hogy fogadták a hölgyek, amikor a táborba megérkeztek a szeretteik. Hogy én poén volt, csak így érzettem a többieknek, hogy bárcsak bejönne az anyukám, vagy az apukám, vagy a családom, és amikor bejöttek ugye az Ivettnek a szülei, akkor csak reménykedtem, hogy hátha, vagy bármi ilyesmi, és szerintem elég őszinte volt a reakció. Téged láttak meg a mamát, nem olyan kis picike. Hoztam a szobába ennyi szúnyogriasztót. Hol a luca? Minden van, ami létezik. Hol a luca, várjál. Úgy örülök, hogy itt van. Meg a kis párnának. Jaj, a legfontosabbak. A meghitt együttlét sosem tartott elég soká. Sajnos túl hamar elérkezett a búcsú ideje.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Most feltöltöttem egy hétre. Nagyon szívesen. Nagyon fogsz hiányozni, és nagyon szeretlek. Nyugodtan majd beszöklösök, jó? Amikor mindenkit megjelenthet, én amúgy nem vagyok egy síros típus, de most annyira elsírtam magam, és olyan boldog voltam. Nagyon meglepődtem, nem számítottam rá, hiszen nagyon messze lakom, nem gondoltam, hogy el tudnak jönni. Nagyon különleges a kapcsolatom a szüleimmel, az anyukámmal különösen, úgyhogy most úgy érzem, hogy teljesen feltöltöttem lelkileg, és alig várom, hogy folytassam a tábort. Hát valahogy így örültek szeretteiknek a hölgyek, és hogy örül majd, aki végül megnyeri a versenyt, erre már csak pár percet kell várni, hiszen hamarosan kiderül, ki lesz 2014 legszebb hölgye. Tényleg csak egy-két perc. Andi, izgulsz? Én már nagyon izgulok, és el is érzékenyültem az előtt. Csak a mikrofonba, hogy hallják, hogy tényleg izgulsz. Nagyon izgulok. Izgul. De ne izgulj, ezt hagyjuk meg a lányoknak. Hölgyek és urak, érkezzenek a hölgyek most olyan ruhában, ahogy nagyon kedveljük őket, ez az estélyi ruha. Aki pedig kíséri őket, nem más, mint Kálai Sanders András. Julie, oh Julie, why'd you be? I'm standing in the same spot, you broke my heart, we were 17. Juliet, you said we'd be together till the end of time, then rule the skies, just you and me. Tell me, did the story end? Tell me, this is just pretend. Broken heart right to the stars. We're the sweetest melody, baby. Oh, tell me, dear, the story ends. Tell me this is just pretend. Are the pages missing? Juliet, come on. What about the times we share? What about the promises? What about the way your hand been mine? Mm-hmm. What about the dreams we had? What about the good and bad? What about forever you and I? Juliet, Juliet, tell me the story never ended. Tell me now, Juliet. Julie.
jött. Köszönjük szépen a lányoknak és Kállai Sanders Andrásnak. Ez volt tehát az utolsó túr, a zsűrinek pedig nem maradt más dolga hátra, mint hogy összesítse a pontszámokat és meghozza a végleges döntést. Pár perc múlva minden eldől. Itt vagyunk a backstage-ben, gyönyörű hölgyek. A már kiesett hölgyek társaságában ketten vállalták is a véleményüket, és elmondják, hogy szerintük, és ez akkor nem reprezentatív felmérés, ki nyerheti a versenyt, Virág? Én nem mondanék erre választ. Oké, és mit mond erre Kata? Én nekem két favoritom is van, úgyhogy Sydney és Zsani, küldöm a pozitív energiát. Köszönjük szépen, mosolygós hölgyek, és maradjon így a továbbiakban is. Most pedig, hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, ebben a pillanatban lezárom a közönség szavazást. Az eddigi szavazatokat közjegyző jelenlétében összesítjük, és hamarosan megtudják, hogy ki lett a közönség díjas. Most pedig közkívánatra Nagy Színpad és Andi. Köszönöm szépen. A zsűri tehát pár perc múlva meghozza döntését, és eldönti, ki lesz az a lány, aki a világversenyen képviselheti majd Magyarországot Londonban. Amíg a zsűri pedig meghozza a döntését, színpadon Király Viktor. Slow down, boy. My mother said he's right. She gon' use you like a bedroom toy. It's so hard if it's alright. You got me working overtime. Think I'm staying up all night. Keep the rhythm till we fit the sign. Oh, our hearts will be beaten by the sound of the drum. But when I look into your eyes, I see the bright lights that hypnotize me. No need for locks and chains, I'm free. Nobody can run from their destiny. I'm gonna work for my honey, work for her time, so we can be a little bit closer tonight. I'm gonna work for her kisses, work for her smile. Behind the wall. Whoa, but when I look into your eyes, I see the bright lights that hypnotize me. No need for locks and chains, I'm free. Nobody can run from their destiny. I'm gonna work for my honey, work for her time, so we can be a little bit closer tonight. I'm gonna work for her kisses, work. Girls.
Köszönöm szépen. Igen, köszönjük szépen Király Viktornak, meg vagy te is. Abszolút, én meg vagyok, és megvan a 8 finalista hölgy is. Őket láthatják, jöjjenek akkor sorban. Szóval, Aranyi Tímea! Katona Gitta! Kulcsár Edina! Lukács Luca! Mak Andrea! Szigligeti Ivett! Tímár Zsanett! Vandenbos Sidney! És íme a 8 lány! Jár nekik a taps, mindenféleképpen köszönjük szépen! Nekik is közülük kerül ki a végső győztes, és természetesen az udvarhölgyek is. És már érkezik is a színpadra Rákosi Anna Mária, a 2013-as verseny győztese. Valamint várjuk Tímár Brigittát is, a 2013-as, tehát a tavalyi verseny udvarhölgyét. Sarka Kata, a Magyarország szépe Miss World Hungary versenyigazgatója. És Nacsa Olivér, humorista, aki majd a közönség díjat adja át, reményeink szerint. Úgyhogy a díjátadóhoz érkeztünk, hölgyeim és uraim. Már csak Nacsa Olivérre várunk, ahogy ez általában az életben lenni szokott. Olivéren új ruha és új cipő, kérte, hogy ezt mondjam el. Nos, hölgyeim és uraim, a pillanat eljött. Először is nézzük, hogy az önök szavazatai alapján ki lett a legszebb. Tehát a közönség szavazatai alapján 2014 Magyarország szépe Miss World Hungary közönség díjasa. 8-assal Kulcsár Edina! Nagy tapsot kérünk Edinának! A díjat Nacsa Olivér adja át. Gratulálunk tehát a közönség díjasnak, Kulcsár Edinának! Magyarország szépen Miss World Hungary második udvarhölgye, azaz a harmadik helyezett. Sarka Kata versenyigazgatója adja át. Érzékeny pillanat. Gratulálunk a második udvarhölgynek. És nézzük, ki lett az első udvarhölgy a zsűri döntése alapján, tehát hölgyeim és uraim, Magyarország szépe Miss World Hungary verseny első udvarhölgye, vagyis a második helyezett. Még mi sem tudjuk. Nagyon nehéz döntés volt a zsűri részéről, ezért várunk ennyit. Rettentően izgalmas. Talán még annál is. Nem más, mint Katona Gitta! A díjat pedig átadja a tavalyi udvarhölgy, Tímár Brigitta. Gratulálunk!
gratulálunk az udvarhölgyeknek, a közönségdíjast is megismertük. Egy feladatunk maradt már hátra. Hölgyeim és uraim, tisztelt nézőink, hogy kiderüljön, hogy 2014-ben Magyarország szépe versenygyőztese ki lett. Komoly feladat hárult a zsűrire, de a zsűri döntött. Hamarosan megtudhatjuk, hogy ki lett a verseny győztese, aki képviselheti hazánkat a londoni világversenyen. Tehát, hölgyeim és uraim, Magyarország szépe, 2014, Miss World Hungary győztese, nem más, tehát Magyarország szépe 2014-ben, Kulcsár Edina! A koronát a tavalyi győztes, Rákosi Anna Mária adja át. Magyarország szépe Miss World Hungary, Kulcsár Edina. Ez esetben megegyezett a nézők és a zsűri döntése is. Csodáljuk meg a királynőt és az udvarhölgyeket. SMS szavazóink közül pedig kisorsoltuk a nyerteseket. Őket láthatják a képernyőn, nekik gratulálunk. Mind a 16 döntős hölgynek is gratulálunk és köszönjük, hogy itt voltak. Köszönöm kolléganőmnek, Osváth Andinak is, fantasztikus köszönöm volt. Köszönöm én is neked, Levente, remélem a nézők is jól érezték magukat, jól szórakoztak velünk, és jövőre ugyanis. Így van, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra. Jó éjszakát! Magyarország szépe műsor hivatalos szállítója a 6x6 taxi. A királynők frizuráját a hajos szalonok fodrászai alkották. A királynők feltöltődéséről az 5 csillagos Spirit Hotel Termászpál gondoskodott.